Felsorolni is nehéz, mennyi fejlesztést szeretne a városvezetés 2020-ig megvalósítani. A kedd délelőtti városházi sajtótájékoztatón Gyula 2020-ig szóló gazdasági programját ismertették. Görgényi Ernő polgármester 5 nagyobb célcsoportot mutatott be, ezek közül 3 már korábban is fontos szerepet játszott a település életében, 2 pedig újszerűnek számít. Az első téma a rekreációs és turisztikai jelleg erősítése, ennek jegyében újulhat meg a vár kiállítása, készülhet el a Szigeterőt program, épülhet meg a fürdőben az új uszoda, és korszerűsíthetik a gyógyászatot. Az egyes iskola épületét egészségturisztikai célra szeretnék használni, csokoládéközpont létesülne a 100 éves cukrászda épületében, a Petőfi mozi helyén kolbászközpont jönne létre, és a város határában kialakítanának egy vadasparkot is. A második csokorban a város üzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztések szerepeltek, ennek részeként teremtenék meg a városi energiaautonómiát, vagyis jobban támaszkodnának az alternatív energiára. A tervek között szerepel egy olyan termálkút fúrása a város déli területén, ahonnan a vízzel az intézmények jelentős részét, így a kórházat, a Harukkern iskolát és a városházát is olcsón fűthetnék. A harmadik téma a nevelési oktatási intézmények infrastruktúrájának megújítása volt, a negyedik a versenyképes vállalkozói környezet megteremtése, mely nagyobb vonalakban az északi ipari park fejlesztését és egy déli létrehozását jelentené. Az ötödik egység az élelmiszeripar fejlesztéséről szólt. Korábban önkormányzati programként nem volt nevesítve, viszont az elmúlt 2 évben egyértelművé vált, hogy a város képes arra, hogy ezen a területen is eredményeket érjen el, és ráadásul az élelmiszeripar gazdaságban betöltött fontosságára való tekintettel, és figyelemmel arra, hogy ez egy kitörési pontja is nem csak a városnak, de Békés megyének, szükségesnek érezzük, hogy távlati célként, stratégiai célként fogalmazzuk meg ennek az ágazatnak az erősítését is. Alt Norbert alpolgármester a szociális és az egészségügyi területet érintő elképzelések között említette, hogy több idősek klubja is megérett a korszerűsítésre. Az igazi újdonságot azonban a fogyatékkal élők helyzetével kapcsolatban fogalmazta meg. Vágyunk egy bentlakásos fogyatékos lakóotthon kialakítása. Ennek érdekében az előkészületi munkálatok megkezdődtek. Jelenleg zajlik annak a programnak a kidolgozása, illetve összeírása, ami alapján el tudjuk konkrétan indítani a tervezési munkálatokat, de hogy ez ne legyen elég, terveink szerint, és itt egy kicsit megyei látókörben is szeretném helyezni azt a témát, a lakóotthonnal párhuzamosan egy fejlesztő és rehabilitációs megyei hatósugarú, illetve hatáskörű intézet kialakítását is szeretnénk elsősorban körbejárni. Az oktatási nevelési intézmények korszerűsítésének sorában elhangzott többek között a Gyulavári és a Bajcsi úti óvoda, az ötös iskola és a Törökzugi óvoda neve. A Törökzugi óvodának a felújítása szintén elengedhetetlen, tekintettel arra, hogy nagyon sok diák jár oda, kisgyermek, régi az épület, abban az időben a kor technikájának megfelelően szépen felépítették, azonban most már a vizes blokk, a homlokzat teljes szigetelése, a tetőszigetelés az elengedhetetlen, éppen ezért, amint lehetőségünk lesz rá, és elkészülnek a tervek, várhatóan még a nyár folyamán el tudják készíteni a tervezők, akkor amikor megnyílik az a lehetőség, akkor rögtön be is tudjuk nyújtani. A városvezetés szándéka szerint a sport területén is folytatódnának a fejlesztések. A Magyar Atlétikai Szövetség közreműködésével megépülhet egy 8-sávos rekordtámpája, és egy új, multifunkciós sportcentrum, mely a küzdősportok űzői számára jelentene hatalmas előrelépést.